részben a folyamatos, tehát az, hogy a pálya elejétől a végéig újjá legyen építve és fel legyen újítva. Ennek ma számos helyen nincsenek meg a technikai feltételei, hiszen egyes pályaszakaszok felújítása történnek. Azzal együtt a, nem tudom, hogy említettem-e, hanem akkor engedjék meg, hogy most mondjam, 2010-ben a 7600 km-es vonalon több mint 4000 lassújáró volt. A Magyar Vasútnak külön akcióterv kidolgozását rendeltük el 2011-ben, hogy ezt a lassújáró felszámolást kezdje meg. Csökken a száma ezeknek, bár még mindig jelentős ezeknek a száma. A teljes szakaszú, a 160 km-es igénybevétel ezeknek a felszámolása után kerül egy sor, illetve amikor az új pályaépítések és a felújítások azok elérik ezt a műszaki színvonalat. Ez a részben a pályá, alapvetően a pályától függ, meggyőződésem, hogy ma a gördülő állománynak elsősorban a nemzetközi vonalakon és az Intercity-ken futó, és az elővárosi vonalakon futó vonaton egyébként alkalmasabb a nagyobb sebesség elérésére. Jó példa rá, hogy a Magyarországról induló nemzetközi szerelvények gyakorlatilag a magyarországi pályaszakaszon is a nemzetközi szintek, nemzetközi sebességszintek